Please don't ask me who or who you think I am. I could live without that. I'm just a modest man. Meet me at the corner and don't tell me what to do. És szinteztem a Pokémonokat, és mindenki 25-ös szinten van. Nézzük meg, mit tudtak újra, mit tanultak. Hát Mandibula csak a Morning Sun-t tanulta meg. De az Earthquake-et gondolkoztam, hogy az Earthquake-et felejts el, vagy a Yawn-t. Nem, inkább úgy adtam, hogy a Yawn-t. Earthquake azért hasznos. Evozinofil nem tanult semmi újat, ő már így is erős. Egyszerű megtanulta a Headbutt-ot, míg Jupiter a Luster Purge-ot, ami azért eléggé erős támadás.
És ezzel a tímmel fogunk először is itt Vallival harcolni. Nagybácsi, kérlek, én szeretném kívni ezt a csimet, és megnézni, hogy hova fejlődtem. Légy szíves. Állítsál magadon, Valli, mivel még csak most kezdted el az együttélést a Pokémonokkal, tehát, hogy az utadat még azért sok erősebbnek kéne lenni, de ne hidd azt, hogy csak így hirtelen ki lehet hívni egy csimet. Nem, én nem hívom ki, én csak kombinálom az erőimet a rohadszal, hogy legyőzzek akárkit. Mondjuk például az itt álló Simoni. Jó van, csatázok veled még akkor is, hogyha tudom, hogy nem a rohadszod van amúgy. Mert egy Voltorbot van. Pont az Earthquake jó. Csak azért nézzétek, hogy milyen jó a védelme ennek a Voltorbnak. Hihetetlen, de lenyomtam. Mondjuk HM kikkel támadott a Voltorb, úgyhogy lába sincsen azért. Ezért így vannak érdekes dolgok. És igen, most pont Verdantörfbe akartam menni. Meg azért Scott beszél nekem, hogy azt a mégiscsak azért van bennem valami tréner potenciál, meg mindenféle ilyen fasságok. Hihetetlen. De a lényeg az, hogy most el fogok menni Verdantörf Town-ba. Mi van? Jó van, mindegy, inkább hagylak békénybe, mert eléggé furcsa vagy. Össze a lényeg, hogy erről az útra először is például el is kaphatunk egy Pokémon-t. Itt van a Daycare Center, meg stb. Ilyenek, de még ez a Vepperberry-ket itt azért leszedem. Meg pár harc azért még jönni fog. Az a baj, hogy azért nem kezdhetek körülbelül mindig a Jupiterrel, mert nem tudom, hogy ki milyen támadásokat tud. És hogyha már rájövök, hogy nem tud fűtámadást, akkor már van esélyem. Az igen, mondjuk Wingának a Ruff skinjeit beütött. Nem igaz? Itt ez a dupla csata, ez jó, mert kettőt elintézünk. Nincs sok tréner ezen az úton, viszont azért Sandstream, aha, Earthquake legyen meg Extrasensory. Extrasensory-ben az egyiket el is pusztítom, pont gyengébe. Hát nem igaz, nem volt erejük. És meg a Sandstorm, de a Sandstorm lehet kinyírja. Ez az hála égnek. Így meg tudtam nyírni, egy kör alatt ki tudtam nyírni őket. Na nézzük. Még veled harcolok, és utána jön az egyik legfontosabb dolog. Egy Nuzlocke régi játszásban, még pedig az új Encounter. Lapras, Vansha. Ezek nagyon gyengék itt, viszont azt a mennyi XP-t adott a Lapras. Azt figyelni kellett volna, Lapras tényleg sok XP-t adott. Earthquake-be belehal, igen. Azért, hogyha nagyon gyenge védelme van az ellenfelemnek, de mondjuk ez a Metagross, ez durva, de mégis meghal. Szuper effektív Earthquake. Azért Mandibula már kezd jó lenni. De azt néztem, hogy Mandibulának amúgy nagyon gyenge a támadása. Ez a Thunder Punch az jó, hogy már az ebben a generációban speciális. Azt hiszem, sőt biztos is. De azért nincs volt egy legendás Pokémon, meg egy ilyen pseudo-legendary. De nem baj, már szinte nem érdekel. Iron Defense. Az a jó, most Mandibulában, hogy azért van elő, mert ha egy kicsit lesérül, tudja magát hílelni. Na és akkor az van, hogy az Encounterhez beteszem Eosinophilt előre, mert hogy ő tudja a Leech Seedet. Na és nézzük. Groudon az első Encounter! Uramisten! Thunder Punch az nem visz sokat, de mondjuk gyorsabb nálam, tehát az mondjuk nagyon durva. Mondjuk őt kizárt, hogy elkapom. De ugyanaz lesz, hogyha nem sikerül elkapni, ugyanaz lesz a taktika, mint úgy máshol, másiknál. Hail. Aha.
nem feltétlenül jó ez, de legalább ő is. Most amúgy miért egyszer itt hívtam be, amikor tudja a Thunder Punch-ot, azt nem tudom. Szóval vissza is küldöm Jupitert, mondjuk. A Hail az sebez Jupiteren, nem? De viszont a Leech Seed az gyönyörű. És akkor most már lehet kezdeni. Egyből szerintem a nagy labdákat dobálom. Á, esélytelen. És visszatöltődök, igen, ez pedig ez megvan. Na hát, ha most, de ez esélytelen. Jó, nem baj. Így is el lehet kapni? Á, esélytelen volt. Bounce. Na, se volt esély, és akkor most jön az, hogy... Most jön az a pillanat, amire mindenki várt. Shift F2-re elmentem, és akkor... Á, esélytelen. És akkor most addig, amíg el nem kapjuk. Ez nagyon durva lesz, hosszú menet. De így beálltam egy ilyen szögbe, hogy... Mert én ezt el akarom kapni, és mondtam, hogy csak a legendásoknál csinálok ilyet. Tehát ez a végigjátszás, erről fog szólni, ezek, hogyha néha bejön egy ilyen legendary, hogy lenne egy darab ultra rendben, amire jó lenne. Nincsen, oppá. Azért már renget egyet. Mert szerintem a következő Leech Seedbe belehalna, és elkaptuk. Egész gyors volt. Egész gyors volt. És ő Groudon, úristenem. A kontinens Pokémon. És ő lesz Primus. Azért, mert most, amit ilyen átalakulást tud, ez a Primal Reversion. És ezért ő lesz Primus, mert ez hasonlít a Primal szóval, és a Primus nagyon jó hangzik. Na nézzük amúgy, ez a Groudon mit tud. Damp! Na! Ugyanaz a képessége, mint Nappinek. Nem rossz, nem rossz. Így legalább el tudnánk kapni más hasonló Pokémonokat is. A Defense katasztrófa, speedje jó. A többi statja jó, főleg az atakja nagyon jó. Thunder Punch, és erre vannak. Hát a Bounce, ez majd ütni fog. A Pound is jó, Hail, jól van. A lényeg az, hogy visszamegyek és fölhívelem őt. Ide Movie City-be, és rárakom az X-Special-t, hát hogyha tanul valami jó kis. Amúgy így kurva szar, mert a statjai nem jók. Na mindegy. Mit akartam? Ja igen, fogom a Beget, az XP-sert, rárakom Primusra. Na jó van. Vali. Oké, Vali is regisztrált minket a Pokénevbe. És veled már harcoltunk, szóval nincs gond. Veled? Veled még nem? Az a kisgyereke fönt szerintem nem lehet harcolni, de majd meglátjuk. Eosinophil, Eosinophil, extra szenzorival talán ki is nyírja. Persze! Félig izé ilyen méreg típusú kaka. Most mindenkit regisztrálok amúgy erről az útról, mert ez úgy nem lesz jó. Egyszer itt belakom, hogy lássátok majd csatázni. Na, itt választhatok, hogy hogy akarod duplo csatát. Hát legyen először így. Kezdjük a duplo csatával, az a biztos. Moonspass és Blaziken, 17-es szinteken. Nem durva. Nem durva. Vitátróval kinyírlak téged. Téged meg Thunder Punch-sal. Az a biztos nem. Hidden Power. Hát igen, egyszerűen ez a rossz, hogy írtó lassú, viszont, hogyha valakit megüt, akkor az meg is pusztul belé. Ujjaj, hát a Focus Punch-sal semmire nem üt, plusz a paralízis, plusz így gyönyörű.
egyszerű mondjuk egy Thunderwave-vel, hát az a már nagyon jó lenne. Na gyere te, és akkor Psychic Pokémonok jönnek, mármint Bellossom, mint Psychic Pokémon, Drought képességgel, de ezeknek most viszont Chlorophyllot lehet, de nincs. Absorb, jó, amúgy a speciális védelmem, az még úgy, ahogy elmegy, azt hiszem. Ugye meg is nézem egyszerű statjait. Igen, a speciális védelmem az nagyon jó. Tehát azzal nincs gond. Amivel gond van, az a speedem, de még az se a legnagyobb gond, viszont a defense-em az nagyon alacsony. A defense-em az katasztrofális. Az hihetetlenül szar. Persze még egy Groudont itt találok, akinek jó a defense-em, tudja a Thunder Punch-ot, viszont az ugye... Áááát, igen, se tudja. Na és ezért jó a statik képessége, onnantól kezdve... Tehát pont a fizikai támadás gyenge, viszont hogyha azzal támadod meg, akkor leparalizálódsz, mi meg nem jó. És veled is harcolok. Verdant Turf Town jó cucc, mert... Jó, áááát, téged most nem tudlak mivel megütni. Behozom, kit hozzak be? Nem, megégetlek. Water Veil képessége miatt nem tudom megégetni. Hihetetlen. Jó cucc a Dusclops, jó cucc. Ha Matchat. Ilyenkor nem tudok mit, akkor Matchat, de úristen, jól lekaptam. Snorlaxre. Extra Sensory. Az tuti lekapja. Most nála csak az elsővel nem tudtam ütkezni, hogy Primus már 15-es útra Psych Up-ot akarja megtanulni, ami szerintem a Hail helyett, de meg is tanulható most. Tudom, hogy nem ilyen alap a Psych Up, meg, de azért jobb, mint a Hail, mert így a Hail az így saját magának is viszi a... Saját magának is viszi az életét, plusz semmi hasznot nem jelent neki. Tehát nincs értelme. Nincs értelme most, hogy a Groudon tudja a helyet. Az Earthquake-et tudhatnám. Nagyon gyatra Pokémonok vannak nálam, nagyon gyatrák. Ezért mindet ki is nyírom, de azért egy Celebi-t is befigyel. Tehát, hogy figyeljük, hogy a legendások... Azt, de ennek milyen védelme van? Ezt mivel tudnám kinyírni? Nem tudom. Hihetetlen, speciális védelme az valami elmondhatatlanul jó. Water Pulse, ez semmi, de ott a Confusion, persze. Magamat ütöm, még egy Water Pulse. Csak ne ilyen Morning Sun-nal, érted? Az még jó, amíg a Water Pulse-t dolod, ne legyen Morning Sun, jó van? Ez az. Egy Celebit is elintéztük, ja, amúgy néha ilyen autók így elmennek, tehát... Erkélyen vagyunk, és őt is persze regisztráltuk, mint az úton addig köbben mindenkit. Akkor itt ebben fúrni volt, ez viszonylag egy normális dolog, amit itt találtunk. Itt meg egy Waterstone. Mondhatni viszonylag rendes állapotban volt. Na és akkor Verdant Turf Town. Itt is tudunk. Gyönyörűen rendet tenni. Majd Vandának segíteni kell kiszabadítani itt a... Hogy hívják el ilyen barátját, vagy mi az Istent. Majd akkor megkapjuk a strength-et, de addig is ennyi volt ez a Verdant Turf Town, szóval nem para. Visszamegyünk és aztán még voltak trénerek. Akartam mondani, hogy visszamegyünk és következő részben letoljuk a... Ahogy hívják ilyen, ezt a gymet. Tehát egyenlőre még egyszerűen itten szerzünk pár XP pontot. És ezt figyeljétek. Hát igen. Ó, de Poison Point. Az egy köcsökség. Hát inkább ebbe megyek vissza. Ebbe biztos visszaérek. Ahol meg kéne nézni, hogy itt a Mártokban miket lehet kapni. Meg kéne nézni, hogy miket lehet kapni, mert lehet, hogy valami fontosabb eszközöket nem beszerezhetni. Nest Ball az felesleges. Great Ball most elhasználtam párat. Jöhet egy 10. De csak 10-et veszünk, hogy
Hát hozzánk dobnak egy premier labdát, de nem. Ebből is veszünk 10 szuperpotiból. Az még kelleni fog. A többi az hagyjuk. És akkor innen gyors visszagyarogrunk. Reméljük már tényleg nincs több tréner. Nem, már tényleg nincs. És vissza is jutunk Movie City-be, és következő részbe jól le fogjuk nyomni a gymet. Hiszen még azt nézem, hogy lehet, hogy ebben a részben itt le kéne nyomni ezt a pár trénert. Jó, le is nyomom, mert de csak ezt a kettőt, azt a házat nem. Mert ez, újjaj, hát ez nagyon jó nekünk. Vitátró, rád pedig. Nem rád, Thunder Punch. Hát ha belehalsz magamba is. Meg kellene több féltem. De most mandibulát, hát hogyha fel tudjuk kelteni. Téged így, te meg így, jól van. A mandibula alszik még egyet, de mindegy. Nem baj, kap XP-t és az a lényeg. Hú, na szóval. Őket is lenyomtuk, és ezt a részt itt fejezzük be. Igen. Itt hírálunk, és következő részben lenyomjuk a Movie City gymet, megcsináljuk a bondás küldik, meg azt a kis házikót. Szóval a következő részben itt találkozunk Cyndaquil, és az erő legyen veletek, sziasztok!